A Szerencsi Szakképzési Centrum Tiszaújvárosi Brassa és Hámuel Technikumi Szakképzőiskolája 2021-2022-es tanév első fél évében megvalósult infrastrukturális fejlesztések ünnepélyes átadására január 19-én került sor. Az eseményen a Trikolor Nemzeti Színszalagot Rubi Zsoltné kancellárasszony, Jakab Dénes igazgató, dr. Kont Zsófia, a térség országgyűlési képviselője, Marton Zsombor, a MOL Petrol Kémia ZRT vezérigazgatója és dr. Fülöp György polgármester vágta át. A 27 millió forint értékben megvalósult fejlesztés mellett az országgyűlési képviselő bejelentette, hogy egy egyedi kormányzati támogatásnak köszönhetően megújulhat az iskola épületének teteje és két vizes blokk is. Úgy gondolom, hogy a jövő egyértelműen a szakképzésben, az oktatásban rejlik. Ahogy erről már beszéltünk ma, a cégeknek nagyon fontos az, hogy megtalálják a megfelelő munkaerőt. És szeretnék köszönetet mondani a MOL-nak külön abban, hogy a duális képzésben nagyon-nagyon élen járnak. Én magam is részt vehettem azon a tanévnyitón, ahol láttam azt, hogy ők ezt mennyire komolyan veszik. Nagyon büszke voltam arra, hogy ott is voltak brassai diákok, és szerintem Tiszaújvárosnak olyan ipari hagyományai vannak, ami az egész térség számára kulcskérdés a tiszaújvárosiak életében is, de nem csak a tiszaújvárosiak, hanem az egész környék számára. A mai rendezvényünk célja az volt, hogy az itt végrehajtott fejlesztéseket bemutassuk részben a támogatóinknak, másrészt nyilván egy kicsit pályorientációs célból a városnak és környékének. Annak bemutatása, hogy mind a szakképzési centrum vezetése, mind az iskola vezetése elkötelezett abban, hogy vonzó iskolai környezetet tudjunk kialakítani, és ezáltal is vonzóvá tegyük a szakképzést. Szeretnénk ezzel is elérni azt, hogy minél több diák válassza részben a szakképzési centrum iskoláit, másrészt helyi szinten nyilván a brassai iskolát. Ami nagyon nagy probléma volt itt az intézményben, hogy a szakmai oktatást szolgáló szaktantermek egy kicsit leromlott állapotúak voltak, régi nyílászárókkal, egy kicsit elhasználódott udvarral. Alapvető célunk az volt, hogy ezen változtassunk, nyílászáró cserével, tehát a másik oldalról látszik, hogy a szaktantermeknek a végig üvegfalazata, ami eddig egy fém keretben volt, azt most kicseréltük műanyag nyílászárókra. Sajnos ennek az épületnek kifejezetten bejárási lehetősége sem volt eddig, ezért létesítettünk egy folyosó részt, amire látható, hogy az utcáról könnyen megközelíthetően egy folyosót, egy bejáratot tudtunk létrehozni. Az udvari részen a csapadékvízelvezetést megoldottuk és le is aszfaltoztuk az udvart, és ami a mögöttem álló nagyon fontos létesítmény, ez a tartály, ami a MOL segítségével került ide, ez oktatási célokat szolgáló objektum, aminek szintén a talapzatát és annak biztosítása volt, hogy ezt a gyerekek akármilyen esős időben is el tudják érni, és tudják az oktatási tevékenységet itt folytatni a kollégák. Hogyha itt működik egy iskola, egy olyan iskola, amelyik egyébként nem csak a város szolgálja, hanem a mikrorégiót is, akkor mi ezt támogatjuk. Azért fontos ez nekünk, mert szoktuk mondani, hogy az iskolákban dől el a város és a mi térségünk jövője. Közel 23 millió forintos összeg volt, ezen kívül még az épületben lévő irodahelyiségeket is felújítottuk, tehát összességében most az elmúlt év második részében az intézmény infrastrukturális beruházásaira 27 millió forintot fordítottunk. Ennek a túlnyomó része a Szerencsi Szakképzési Centrum állami költségvetéséből fedeződött, azonban egy 10 milliós összeget a Tiszaújváros önkormányzata biztosította. Az eszközparkot is fejlesztettük, minden éven igyekszünk fejleszteni rajta, ez részben informatikai eszközöket jelent, részben pedig kifejezetten olyan szakmai eszközöket, amit az itt oktató pedagógusok igényelnek. Ezeknek az értéke az elmúlt évben 17 milliós nagyságrend volt, amiből a MOL támogatott bennünket 3,5 milliós nagyságrendű összeggel. A tető beázási problémája már több évre visszatekintő problémája az iskolának. Nagy létszámú tanulóval rendelkezik az iskola,
Közel 870 diák oktatása zajlik ebbe az intézménybe. Próbáltunk forrásokat keresni, képviselőasszony segítségével, amit most bejelentett, úgy tűnik, hogy ez sikerült is. A 70 milliós támogatási keretből terveink szerint 1300 négyzetméter tető újul meg, majd az iskolában is két vizes blokk is felújításra kerül. Nyilván azok, amelyik a legrosszabb állapotban vannak most jelenleg az iskolában.